Üdvözlöm a kedves nézőket, szevasztok gyerekek! Képzeljétek el, hogy a mai részben célzottan törpeharcsára fogunk horgászni. Itt vagyok most a keletin, nem kellett messzire menjek, mert ez törpeharcs állományban ez a víz sajnos eléggé gazdag. Ezt fogjátok most látni, igazából nem egy nagy ördöngősség, főleg egy olyan vízen, ahol ez a hal van nagy mennyiségben. Majd mutatom, hogy én hogy csinálom, mint csinálom. Gondoltam, hogy csinálok egy ilyen videót, mert ilyet még nem nagyon láttam itt a YouTube-on. Szóval most ez lesz törpeharcsa horgászat, törpeharcsa gyérítés. Remélem ez is tetszeni fog. Tartsatok velem! Remekül kezdődik a peca. Kijöttem és a gyerekkori Eurostar féderbotomat sikerült eltörni. Igazából annyi volt, hogy főztem be a damilt ugye a gyűrűkbe. És hát igazából laza volt a fék, csak rossz szögben, nagyon éles szögben tartottam, de éppen, hogy meghúztam és el is pattant. Na mindegy, soha nem jártam még így. Mondom, ez a bot már legalább egy, hát egy 10 éve, de még szerintem több. De 10 éve biztos, hogy megvan, szóval kiszolgált. Igazából megérett a cserére. De amúgy sajnálom. Ezt csak azért mondtam el, mert ketté bottal szerettem volna horgászni. De mivel sikeresen eltörtem a kis botomat, így egy botos horgászat lesz belőle, valószínű. Egyébként még van nálam egy faderbot, de az egy nagyon ilyen dióverő cucc. Tudjátok, a manta, azzal meg most nem szeretnék itt kilódni, törpeharcsázgatni egy 200 g-os bottal. Szóval úgy néz ki, hogy egy botos peca lesz belőle, ismét a túlpartra horgászok. Már megszoktam, hogy majdnem mindig a túlparton vagyok, de szerintem amúgy mindegy, hogy hova dobnék, hogyha mederbe dobnék, akkor is ugyanúgy lehetne fogni ezeket a halakat. Semmilyen alapozóetetés nem csináltam, igazából annyi volt, hogy egy kicsit gyakrabban újra dobtam az elején, amíg nem jelentkeztek a kapások. Ha véletlenül célzottan törpeharcsára horgáztuk, akkor én az ilyen halas, büdös vagy esetleg májas kajákat ajánlom nektek. Igazából ez aqua pellet, még a szikítóról maradt, hát nem bekeverve, de még egy fél zacskó maradt, szóval ezt most kevertem be. Erre nagyon jönnek ezek a kis gyönyörű halak. De amúgy bármivel meg lehet fogni, és most is kapásom van. Na itt is van ez a csoda hal, egyébként én metód készséggel horgászok most rájuk. Hát nagyon vehemens kapások van, hogyha valaki véletlen nem ismerné, de majd egyet-kettőt úgyis bevágok a videóba. Azt tanácsolom nektek, hogy sokáig ne hagyjátok a kapást, mert hirtelen torokra, illetve gyomorra veszi ez a kis szörnyeteg, és aztán kilódhattok a horogszabadítással. Ajánlom, hát szerintem egy ilyen 8-as horgot legalább rakjatok fel, ha erre horgáztok, mert elég nagy szája van, de amúgy szerintem még mehet a 6-os is. Attól függ, hogy mekkora példányok vannak épp előttetek, vagy talán lehet így rájuk szelektálni is, nem tudom, még nem próbáltam ki. Lényeg, hogy ne pici horoggal horgászhatok rá, mert az sokkal könnyebben benyeli, és aztán csak magatoknak okoztok bosszúságot. Látjátok, ott van benne a szájába, de nagyon könnyen le tudja nyelni, mondom. Ha beállítjátok a törpeharcs, akkor egy hihetetlenül ütemes pecát, egy gyors pecát tudtok csinálni, ami amúgy, mondom, ha elég finom a cuccotok, még akár élvezetes is lehet. Jellemző rá, hogy addig nem hagyja ott a csalit, vagyis addig nem hagyja ott a horgot, amíg bármilyen csali van rajta, az utolsó falatot is mindig lerágja róla. Jellegzetesen ilyen kis pöckölgetős, kis rángatós kapása van. Amúgy érdekes, hogy bekapcsoltam a kamerát és abba hagyta a kapást. Hihetetlen. Látjátok, már mozgatja. De amúgy a nagyobb példányoknak akár lehet húzós kapása is. Kicsit oda zoomolunk. Na hát valami ilyen. Na be is rántok. Na látjátok, erről beszéltem az előbb, most, hogy az előbb mutattam nektek a kapást, egyből torokra vette a kis drágánk, szóval most bajlódhatok a horogszabadítással. Egyébként, hogyha erre a halra horgáztok, akkor mindenféleképpen legyen kéznél mindig a horogszabadító, elég sokszor szükség van rá, ha egy pillanatra is bebambultok. Ha még nem mondtam volna, ez egy invazív halfaj, amit ugye tilos visszadobni, meg rendkívül kártékony, de házi feladatnak feladom, hogy nézzetek utána, de szerintem mindenki ismeri, hogy mit csinál ez a kis ördög.
De aki nem ismeri, az nézzen utána. Fel van adva a házi feladat a gyerekek. És hogy mi kerüljön a horogra, hát mindenféleképpen élőcsali. Szerintem a legjobb egyébként a csonti, vagy a giliszta rá. Ez most közepes giliszta, de mondom, horog mérettől amúgy vehettek bármilyet. Simán vastaggal is lehet rájuk horgászni. Egyébként még nagyon jó lehet a nadály, de hát 200 forint száj a gyerekek, szerintem azt ne pocsékoljatok rá. De azzal talán nagyobb példányokat lehet fogni, de én szerintem ez a kettő a tuti csali. Megmondom, valami halaskaja, ennyire egyszerű az egész. Az egyik videóban említettem, hogy majd megyünk a Kőrösre több napra. Igazából hazudtam, mert nem a Kőrös folyóra megyünk, hanem a kákafoki holtágra, magyarul a Holt Kőrösre. Hát bocsi a pontatlan információért, egyébként csak azért mondom ezt el, mert már legalább azóta 5 komment jött, hogy mikor megyek és hova megyek, de amúgy Szentendrére megyünk, és június 4-én indulunk, ott leszünk egy pár napot. Igazából csak ennyit szerettem volna, hogyha valakit érdekel. És ha még nem vagy csatornatag, akkor mindenféleképp csatlakozz, mert ha elérjük a 10 főt, akkor lesznek a csatornatagoknak külön exkluzív tartalmak, amiket csak ők fognak látni. Speciálban nektek fogok gyártani videókat, ami szerintem egy király dolog, azért a havi pár száz forintért. Vagy ha még nem vagy feliratkozva, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ha nem szeretnél lemaradni a további tartalmakról, illetve lájkold a videót, de csak ha tetszik. Ugye a törpeharcsa horgászat lehet nem tetszik mindenkinek, amit amúgy meg is értek. És nyomd be a csengőt, mert a YouTube-nak mostanában annyira nem jól működik az algoritmusa, és egyszerűen hiába vagy feliratkozva nem ajánlja ki a videót, de ha megnyomod a csengőt, akkor elvileg kapsz értesítést. Amúgy lent van a leírásban az Instám, a TikTokom, a Facebook oldalot, fel tudjátok venni velem a kapcsolatot, vagy esetleg ott van az e-mail címem is, hogyha valami komolyabb kérdés lenne, vagy téma. Hát igazából ennyi. Ja, meg a másik YouTube csatornám is ott van, ahol ilyen vlogokat láthattok, azt is csekkoljátok le. Nagyon óvatosan fogjátok meg ezt a halat, mert szinte mindenhol szúr. Ez a kis hátúszó, ez nagyon belép tud állni, hihetetlenül szúr, illetve itt oldalt is ezek az úszók. Ezen a három helyen szúr, és ugye folyamatosan vergődik, és nagyon könnyen, elég fájdalmas kis sebet tud okozni. Ahol meg tudjátok úgy fogni, hogy a hátúszó mögött van a kezetek, és a kettő oldalsó úszója előtt a mutató, illetve a hüvelykújjatok, vagy pedig lehajtsátok ezt a tüskét, a hátúszóját, és úgy is meg lehet fogni. De figyeljetek oda, mert nagyon meg tud szúrni. Na hát nem tudom, mi van már, úgy fél órája kb. Nem volt kapásom se. Eléggé frontos időt kaptam amúgy ki. Egyik percben szó szerint meg lehet gyulladni, a másik percben meg még kevés a pulóver is. Szóval nem tudom, hogy most emiatt álltak meg a kapásaim. Hogy elfogyott ugye a halas kajám, és volt még, hát ez egy ilyen 3-4 napos, de volt még nálam ez bekeverve. Ugye a múltkori pecán nem szórtam be. És amúgy ez egy kukorica bázisú kaja. Viszont már eléggé érezhetően savanyú szaga van, és most ezt nyomom a kosárba. Szóval nem tudom, hogy emiatt álltak meg a kapásaim, vagy pedig ez az időjárás. Én 1:30-kor kezdtem kb. A pecát, és most van 3:30, hát olyan 5-ig tervezem, de hogyha így teljesen megáll, akkor lehet, hogy pakolok, de már 10 plusz törpeharcsat sikerült fogni. Hát most így vödörbe tartom őket. Hát így állok jelenleg. Kb. Egy ilyen 2 órás pece után láthatóan sikerült megcsípni a szebjeiből is egy párat. Ennyi lett volna ez a kis délutáni törpeharcsázás. Remélem, hogy tetszett ez is, esetleg, hogy valami újat tudtam mondani vagy mutatni. Igen. Amúgy az érettségizőknek kitartást, tudom, hogy milyen most nektek. Egy pár éve én is átéltem ugyanezt, ezt a kis stresszes időszakot, de ne stresszeljetek rá, nyugi van. Nem az életetek múlik rajta. Amúgy nem tudom, hogy mikor kerül ki ez a videó, de hogyha valószínűleg akkor kerül már ki, amikor lemegy az érettségi időszak, akkor meg remélem, hogy jól sikerült nektek. Igazából csak ennyit akartam mondani, jó legyen mindenki, vigyázzatok magatokra, csá!